Napi Tóra. Elmondja Markovics Zsolt főrabbi. Jó reggelt, mindenkinek jótat. A következő napokban különböző meséket fogok mondani, olyan meséket, amelyek nem csak gyerekeknek, hanem elsősorban felnőtteknek szólnak. És végül az utolsó mese. Egy nagyon szegény, anyagi helyzetben élő embernek volt 3 lánya. Aggódott amiatt, hogy mit ad nekik hozományként, ezért elment a rabbihoz tanácsot kérni. A rabbi így szólt. Keresd fel Rothschild urat, és kérd meg őt, hogy segítsen neked. Én csak annyit tehetek értek, hogy odaadom az úti költséget, és néhány napos londoni tartózkodás költségét. A férfi megfogadta a rabbi tanácsát, elutazott Londonba, és felkereste Rothschildot. Az látta, hogy derék jó érzésű emberrel van dolga, ezért úgy döntött, segít. Vett egy nagyon elegáns ruhát számára, és másnap beültette kocsijába, és elvitte magával a tőzsdére. Ott együtt bejárták az egész helyet. A tőzsdeügynökök látták Rothschild oldalán a férfit, és azt hitték, ő is egy nagy befektető, ezért elkezdtek ajánlatokat tenni számára. A férfi Rothschildra figyelve, aki fejével jelzett neki, elkezdte megvenni, amit ajánlottak, és végül sikerült nagyszámú részvényre szert tennie. Az a tény, hogy Rothschild barátja sokat vásárolt, úgy hatott a tőzsdére, hogy a részvények árfolyam majdnem a csillagos égig emelkedett. Amikor mindketten hazaértek, azt mondta neki Rothschild, most már eladhatod a részvényeket, amiket vettél, mert az árkülönbség a között, amennyiért vetted, és amennyiért most el tudod adni, elegendő lesz számodra ahhoz, hogy méltó módon férjedhez adhassd 3 lányodat. Így a rabbi, anélkül, hogy különösebben értett volna az üzleti élethez, jó tanácsot adott, ami megoldotta a nehéz anyagi helyzetet. Markovics Zsolt főrabbi gondolatait hallották.